az a kérdés merült föl bennem, hogy lehet, hogy azt kellene keresni nekünk, hogy bizonyos élethelyzetek kérdéseiben mit mondana Jézus. Nem gondoltuk, hogy lesz 100. Agapé. Tehát valahol kísérlet is volt ez a műsor, és egy olyan missziós felületnek látom én az Agapét, ami a maga módján talán ki lehet mondani, hogy páratlan, vagy legalábbis nagyon kevés van belőle. Borzasztó érdekes emberek, nagyon kellemes, intim hangulatban, azt mindenki ismeri, hogy egy finom vacsora után beindul a beszélgetés, és mindenki igazából nem a nézeteit, vagy nem az általa képviselt szervezet nézeteit mondja el, hanem a saját véleményét. Foglalkoztunk élet és halál kérdésével, család és önismereti kérdésekkel, hitéleti kérdésekkel. Ezt ugyan keresztény nézőpontból dolgozzuk föl, de aki nem vallásos, vagy nem áll olyan közel a hithez, ő is megtalálhatja benne a válaszokat az életére. Nekem is vannak olyan barátaim, akik nem élnek az egyházban, kacérkodnak a gondolattal, de még nem érkeztek meg, és folyamatosan nézik a műsort, sőt, vannak visszatérő vendégeink, akiknek már megrendelték egy-egy könyvét. Vallással kapcsolatos témákat mindenképpen vagy ilyen, vagy olyan előítélettel szoktak megközelíteni, akár a hivatásunk oldaláról, akár a nézők oldaláról, és ebben ez a műsor szerintem ez egy egészen különleges helyet foglal el, hogy össze tudja kötni ezt a két világot. Családdal elmegyünk kirándulni, nyaralni, nem tudok úgy bemenni egy templomba vagy egy közösségbe, hogy néhányan ne jöjjenek oda, ne szólítsanak meg. Közösség alakult az Agapé köré. Figyeljük egymást, figyelik a műsort, megismerik egymást a vendégek. Ez szerkesztőként egy hatalmas élmény. Az Agapénak nem csak egy nézőtábora van, hanem egy imatábora is, akik a stábért, a vendégekért, a folyamatért, a munkáért folyamatosan fohászkodnak. Rendszeresen tapasztalom azt, hogy egy-egy újabb vendéget megkeresek, hogy szívesen jönne az Agapéba, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hiszen ő maga is nézője ennek a műsornak. Nagyon fontos nekem a nézői visszacsatolás. Az esetemben ez eléggé közvetlen, hisz édesanyám nagy rajongója a műsornak, így első kézből kapom mindig vissza a jelzéseket. Az én lányom hittantáborokba és templomokba jár gyermekszínházzal fellépni. És amikor egyszer csak kiderült, hogy az anyukája az Agapéban dolgozik, rájött a lányom is, hogy mama, erre én nagyon büszke lehetek, mert mindenki azt mondja, hogy milyen fantasztikus az Agapé, és azóta menőzik a lányom ezzel. Mint hogyha egy folyamatos lelki gyakorlaton vennék részt, ahol újabb és újabb ajándékokat, gondolatokat kapok, ami engem is formál, és most nem csak szerkesztőként, hanem emberként is. Kint ülünk a közvetítő kocsiban, onnan irányítjuk a operatőröket, hogy milyen képeket adjanak, és megpróbáljuk nagyon szorosra és érdekessé vágva visszaadni azt a beszélgetést, amit élve zajlik. Nagyon fontos köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek bármilyen formában az Agapé létrehozatalában, elindításában, részt vesznek alkotóként hétről hétre, hogy ez a műsor elkészüljön. Nagyon nagy köszönet illeti a vendégeinket, akik eljönnek hozzánk, és picit alkotótársakká is válnak azáltal, hogy közösen átgondoljuk az adást. 100 az egy hatalmas szám. Ez egy hatalmas szám, hogyha egy televíziós műsor, ami nem napi műsor, hanem hetente jelentkezik, eléri ezt a rendkívül magas adásszámot, az azt jelenti, hogy van rá igény. Mindig annyira örömteli olvasni azokat az üzeneteket, amelyeket a YouTube csatornánkon az egyes adások alá írnak. Nagyon sok bátorító, megerősítő üzenetet kapunk tőlük, amik valóban bátorítanak és valóban megerősítenek bennünket is. Ebben részt venni, már 100. Agapéban részt venni, kegyelmi dolog és felemelő érzés. Az Agapét követni akár hétről hétre, én ahhoz tudok visszakapcsolódni, amit én is mondtam, egyfajta lelki gyakorlatos út, ahol önismereti, családi, hitéleti kérdésekkel egyszerre találkozhat az ember, és mindig adunk egy hétre való feladatot, hogy mit érdemes átforgatni a lelkében.